Első alkalommal ünnepelték hivatalosan Kolozsváron a magyar nyelv napját, miután tavaly kihirdették az erre vonatkozó törvényt. Az RMDS és a Communitas alapítvány szervezésében megtartott ünnepi rendezvényen első ízben adták át az erre az alkalomra alapított díjat. Csángó dalokat és történeteket adtak elő magyar falusi csángók a kolozsvári sétatéri kaszinóban. A magyar nyelvnapja alkalmából tartott ünnepségen a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége kapta elsőként azt a díjat, amelyet a kultúra és a nyelvművelés területén kifejtett tevékenységért ítélnek oda az alapítók. Sánta Csaba szobrász Bölcső című alkotását Pogár László, az NCMS elnöke vette át. Ilyen kihívásra még nem volt részünk. És ez azt bizonyítja, hogy az elmúlt 25 év munkánk az úgy kifele is látszik az eredménye, és arra buzdít, biztat bennünket, csángó magyarokat, hogy egyre erősebb és erősebbeknek legyünk, és tovább kell csináljuk. Kelemen Hunor beszédében úgy fogalmazott, a magyar ember számára november 13-a a magyar nyelvnapja öröm. A közéleti emberek számára feladat és kötelesség is, kisebbségi létben pedig kétszeres kötelesség, kétszeres kihívás. Takács Csaba, a Communitas alapítvány elnöke elmondta, fontos, hogy a magyar nyelvnapjából 365 magyar nyelvnapja legyen, amelyen hivatalosan használható az anyanyelv. Úgy gondolom, hogy mindenki, amikor többségben van, azt felejti el, hogy sohasem lett kisebbség. Nos, ezt a világot valahol ki kell egyenlíteni. És én azt hiszem, hogy ezekkel a rendezvényekkel lehet érthetőbbé tenni azt, hogy ünnepelnünk is kell, de dolgoznunk is, kitartunk is kell, és megfogalmazni elvárásainkat. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány által a magyar nyelvnapjára alapított díjat, amely 20 000 lejes pénzjutalommal is jár, évente átadják. A kolozsvári ünnepi gálán Bogdán Zsolt színművész Dzsida Jenő estjéből, valamint Lackóvas Róbert és Szép András megzenésített verselőadásából hallhatott részletet a közönség.